Táskák a füvön, törölközők kellettek, strandkellékek. Nem ez a legjobb módja értéktárgyaink megőrzésének. A strandolók továbbra is a tolvajok kedvelt célpontjai. A megelőzés érdekében ezért érdemes néhány dolgot szem előtt tartani a fürdőzés során. A strandokon, a szabad vizek melletti fürdőzés esetében nem tudunk úgy elmenni, hogy ne vigyünk magunkkal különböző értéktárgyakat, hiszen ma már mobiltelefon nélkül szinte senki nem indul el otthonról, de emellett más egyéb értékeket is vihetünk magunkkal. Fürdőzésünk mellett kikapcsolódás, miközben jól érezzük magunkat, erről se feledkezzünk meg. Ezeket mindig helyezzük biztonságba, lehetőség szerint mindig maradjon valaki a parton, aki ezeket felügyeli, vagy kérjünk meg ismerősöket, akik a közelben tartózkodnak, hogy a saját dolgainkra is figyeljenek oda, nehogy véletlenül valaki rossz szándékkal közelítsen ezekhez a tárgyakhoz, és aztán jelentős anyagi kárt okozzon számunkra. Nyáron nem csak a strandok, hanem a fesztiválok is a tolvajok kedvelt területei közé tartoznak. A különböző rendezvények résztvevői is könnyen bűncselekmények áldozataivá válhatnak. Nagyon fontos, hogy tényleg csak azt vigyük magunkkal, ami ott nélkülözhetetlen. Na de hát nincs fesztivál selfie nélkül, tehát a nagyértékű mobiltelefonok, az iPad-ek, a különböző tabletek, laptopok, ezek mind-mind jelentős értéket képviselnek, vagyontárgyainkat mindig úgy helyezzük el, hogy azok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, nyilván a belső zsebbe, vagy olyan testközeli helyen, táskában, ahol azért észreveszünk, ha esetleg oda illetéktelen személy próbálna nyúlni. A rendőrség arra is felhívja a figyelmet, hogy kizárólag annyi készpénzt vigyünk magunkkal a fesztiválokra, amennyi feltétlenül szükséges. Táskánkban az okmányokat, a pénztárcát, a mobiltelefont célszerű egymástól elkülönítve a belső zsebbe vagy a táska belső rekeszeibe rakni, valamint az iratokat lehetőleg ne a pénztárcában, a bankkártyát pedig soha ne a hozzátartozó PIN-kóddal együtt tároljuk.